szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a szép délután, ezen a szép estén. A mai napon ismét a kultúra és ismét a művészet kap helyet itt Fonyódon, de gyakorlatilag ez azt mondhatom, hogy már megszokhattuk, hiszen 3-4 naponta jövünk össze egy szép számmal, vagy ebben a művelődési házban, vagy a településünk egy másik szegletében, ahol a művészet és a kultúra kaphat helyet. Azonban a mai ez egy olyan apropó, ahol Mennyírt Andrásné Margó, akit mindannyian jól ismerünk, mindannyian ismerünk ismeretünk, az első kiállítását nyithatom meg itt Fonyódon, hiszen ő neki a textil szobrászatból már több kiállítása nyílt a vármegyénk területén, Balatonkeresztúron, Balatonmárián, Vörsön, Marcaliban, Csurgón, viszont Fonyódon most először állít ki. Őt azonban mi nem csak mint művészt, mint textilszobrászt ismerhetjük, hiszen én magam is őt mint fonyódi vasúti polgárról ismertem meg. Ebből is látszik, hogy milyen nemes, milyen szép életet élő, hiszen a polgárőrség is egy nagyon nemes és szép hagyomány, gyakorlatilag egy karitatív tevékenység Fonyódon. Ezen kívül Margó pedig ebben éri ki a kreativitását a textil szobrászatban. Amikor itt beszéltem vele egy szót a megnyitó előtt, akkor ő azt mondta nekem, hogy nagyon izgul, én mondtam neki, hogy nem kell izgulnia, hiszen ő gyakorlatilag nem a hangjával szerepel, hanem a kezével és a kreativitásával, és ezek jelennek meg itt a falon, kint a folyosón, az ő kézügyessége, az ő kézmunkája és az ő kreativitása. Aki végignéz a kiállításon, azt szerintem rögtön észreveszi azt, hogy ezek olyan alkotások, nyilván a jellegükből adódóan, amik egy kicsit, sőt nem kicsit, nagyon kijönnek a térbe. Tehát a síktól egy kicsit el tudnak szakadni, talán ebben rejlik az egyik erőssége ennek a kifejezésmódnak. Volt egy kiállításom a Vakok és gyengéllátók szervezeténél, és örömmel tapogatták ezeket a képeket, mert rájöttek arra, hogy mit ábrázol. Én imádom egyébként, minden felhasználható, tehát tapinthatók a kagylók, a szép kövek, a tárgyak, és ők is rájöttek arra, hogy mi. Igen, ezek háromdimenziós képek, térben vannak, jobban kiemelik. Szobrokat tudok készíteni belőle. Szóval a fantázia végtelensége adja meg a szépségét. Helyes pálcika segítségével különféle cirádákat készítek. Ez adja meg az alapját, és ebbe az alapba teszem fel a fantázia szüleményeként mindenféle díszítő elemet, ami lehet a csipkétől a szép gombokig, a kinti, tehát csonthéjas termésekig elkezdve a gipszminták, bármi, ami a fantáziámat megmozgatja, és ami az adott tárgyat szép és harmonikussá teszi. Tulajdonképpen ez egy átfogó kifejezés. Emellett nem csak a textilt használom, hanem pasztákat is. Mindig az adott tárgy határozza meg annak a jellegét, amit éppen használni szeretnék. Egyik Sándor, József az ács, Istennel beszél. Magasságos, de tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, a személybe tekintek, benne ragyognak a nap, hold, csillagok. Mikor kezdett ön ezzel foglalkozni? Esetleg volt-e előzménye valamilyen más művészeti ágból érkezett, vagy pedig ez az első és a fő irány? Nem volt. Intenzív szakápolóként mentem nyugdíjba, mondjuk kellett a kézügyesség oda, és ez kétségtelen. De miután nyugdíjba mentem, egyszer a Facebookon láttam egy képet, ami egyszerűen elvarázsolt. Egy brónz fejet ábrázolt egy csomó érdekes dolog közébe, de a harmónia sugárzott, és nem tudtam nyugton maradni. Addig mentem, amíg még nem tanultam, és imádom. És jó úton járok ez ügybe, úgyhogy nem volt semmi más. Ez az egyetlen, de nem is szeretnék mással foglalkozni. Ez önmagába, a szobrászattól elkezdve mindent magába foglal. Hogyan inspirálódik, hogyan születnek ezek a művek, mi adja a fő ihletet? Minden. Nyitott szemmel járok a világon, nagyon szeretem a szép képeket, barátok is küldenek át fotókat, kirándulások alkalmával készítek képeket, és vannak események, amik az embert meghozzák. Például itt az oldalsó képnél van egy olyan szobros képem, ami a mérget ábrázolja.
egy esemény következtében nagyon-nagyon dühös voltam. És az jutott eszembe, hogy szikrákat szór valakinek a szeme. Na az én képemben nem a szikrát szórt a szeme, hanem villámokat az ujja. És akkor annak az elmúlását, tehát az érzelmeket is ki tudom fejezni, hogy elmúlik ez az érzelem, és már is rózsaszínű válik az egész. Ez a technika mindenre képes, a végtelenségtől elkezdve, akár csak úgy tudom az érzelmeket kifejezni, mint bármi más, a szobrokkal, festékekkel, egyebekkel.